Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Majdnem meghalt ebéd közben egy férfi Egerben szabadnapos mentősöknek köszönheti az életét. A mentőápolóként dolgozó edző élesztette újra a szurkolót a foci meccsen Veszprém vármegyében. Egy paksi édesanyja gyermekért segítették világra otthona előtt a mentőautóban. Csak néhány hőst tett az elmúlt időszakban a mentősöktől. Május 10-e a Magyar Mentők Napja. Ennek kapcsán beszélgetünk Györfi Pállal, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjével. Aki már itt is van a telefonnál. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Azzal kezdtem a napot, hogy a Magyar Nemzeti Bank egy olyan emlékérmet bocsájtott ki, amely ezt a 75 évet állítja a középpontba. Te is olvastad ezt a hírt, vagy máshonnan tudtál róla? Ó, hát egy gondos előkészítő munka volt itt a háttérben, mert a Magyar Nemzeti Bank bevont minket ebbe, hogy milyen grafikai elemek legyenek ezen az emlékérmén, és ráadásul nem csak emlékérmét, hanem úgynevezett pénzforgalmi érmét is kibocsájtottak tegnap. Ez a pénzforgalmi érme, ez azt jelenti, hogy fizetőeszközként az 50 forintos, az mostantól kezdve mentős 50 forintos is lehet, hiszen ugyan nem mindegyiket cserélik le erre az újra, de azt hiszem, hogy 1 millió darabot hoztak most forgalomba, és ezen ott van a mentőszolgálatnak egy szimbóluma, egy fontos szimbóluma, ami egyébként az Országos Mentőszolgálatnak a címerében is ott van középen, de hát nem mindenki veszi ezt észre. Ez egy csillag gyakorlatilag, egy olyan Konstantin keret. Igen. Amelyik hatágú, a közepén ott van ez a kígyós bot, ez az orvosi szimbólum, és a hatága pedig ennek a keresztnek, ez az életmentésnek az egyes lépéseit szimbolizálja. Hát most nem akarom ezzel húzni az időt, hogy elmagyarázom mind a hatágát, de lényeg az, hogy ez nagy megtiszteltetés nekünk, mert hát ezek a pénzérmék ugye az emberekhez, a lakossághoz eljutnak, és abban bízunk, hogy amikor a kezébe veszi, akkor talán egy pillanatra a jó szívvel gondol rá. Ez milyen érdekes, hogy az emlékérem, ami a díszérem, az egy F betűt mintáz, legalábbis ezt látom, és ami fizetőeszköz, az pedig ez a hatágú, csillagszerű, keresztszerű grafikai ábrát hordozza. Hát most itt van a kezemben ez az emlékérem. Ugye az emlékéremben is ott van egy kicsit ilyen újszerű, modern módon a Konstantin kereszt, illetve a másik oldalán pedig ott van egy Magyarország térkép gyakorlatilag, tehát Magyarország körvonalai, és benne pedig, hogyha az ember végighúzza az ujját, vagy ha mondjuk egy fény felé tartja, akkor látszik, hogy pici fénytörések vannak, és hát ez egy hihetetlenül innovatív vagy érdekes grafikai megoldás, mert képzeld el, és a kedves hallgatók képzeljék el, hogyha nem is tudják most a kezükben fogni, bár kapható ez az emlékér, meg nyilván ilyen diktált például. De látom, én a 21-es néztem, de most már látom ezt, amiről beszélsz Magyarország. Igen. Tehát ezek a kis fénytörések, ezek a mentőállomásainkat szimbolizálják, tehát a grafikus ezen a kis felületen is úgy tudta elhelyezni ezeket a 3D-s kis fénytöréseket, hogy gyakorlatilag, ha most egy mentődolgozó a kezébe veszi, akkor mit tudom én, meg tudja keresni a komlói mentőállomásnak a kis fénytörését ott a térképben. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, és nagy megtiszteltetés. Na most a numizmatikai mellékletünket hallották, de most átmegyünk a dolog érdemi részére, ugye? Ugye mindig, tehát a rendszerváltáskor ugye volt egy hatalmas presztízs, nem mellékesen a teleregénynek köszönhetően, de ugye azt folyamatosan hallottuk azóta is, hogy milyen alacsony a fizetés, mennyire ezt szerelemből csinálja az, aki. Te hogy látod ezt, mennyire jellemző manapság az, hogy ez szerelemből van? Ugye ezt szokták mondani, és talán már kicsit közhelyes is, hogy ez nem egy egyszerű munka, hanem egy hivatás. De valóban így van, hát ebben aki egyszer belekóstol, az általában örök szerelmese marad ennek az életmentő hivatásnak, de hát nyilván ezzel nem szabad visszaélni sem, tehát azért mégiscsak az a jó, hogyha ezt professzionális módon valaki foglalkozásszerűen műveli, úgyhogy közben folyamatosan továbbképzi magát, és meg tudja közben tartani azt a lelkesedést, amivel elkezdte a pályáját annak idején. Magyarul nyilván megfelelő, hogy mondjam, kompenzációt kell biztosítani, fizetést kell adni a dolgozóknak. Ebben egyébként történtek jelentős előrelépések, de hogyha visszamegyünk a rendszerváltáshoz, vagy talán még előrébb kellene, hiszen 1948-ban alakult meg ez a szervezet, azért vagyunk most 75 évesek,
akkor az látszik, hogy tényleg egy hihetetlen fejlődésen mentünk keresztül. Most nem csak a számok tükrében, hogy hány mentőállomás volt akkor, ma hány van, hányan dolgoztak akkor nálunk, most hányan dolgoznak, hanem hogyha megnézzük most mondjuk egy esetkocsit, ami megérkezik egy balesethez, hát akkor ugye a legkorszerűbb mentőautót látjuk, minden felszerelés, ami mondjuk egy német mentőautóban benne van, az itt van nálunk is, digitális, az adattovábbítás. Hogy lett a barkaszból merci? Tessék? Hogy lett a barkaszból merci, ugye? igen, illetve hát én még Nizzával kezdtem annak idején, 1983-ban kezdtem a mentőszolgálatnál dolgozni. Úgyhogy tényleg óriási a fejlődés, és hát közben, tehát ez az igazi kihívás, hogy úgy próbáljuk tényleg a mai kor gyümölcseit learatni a betegek érdekében, hogy közben megtartsuk a régi értékeket, azokat az értékeket, amik összetartják ezt a csapatot, és amik a betegeknek is talán a legfontosabb értékek. Én azt gondolom, hogy nagyjából sikerült, és azt látjuk, hogy ez a közösség egy valódi közösség, egy kis mentőállomáson összetartó csapatok dolgoznak, akik a betegekért mindent megtesznek, és közben pedig ma már mobil applikációk segítik a munkánkat. Az, hogy hova telepítsünk egy mentőautót, az már olyan szoftverekkel dolgozzák ki a kollégák, amik gyakorlatilag már mesterséges intelligenciát is használnak. Tehát sikerült valóban modern mentőszolgálatot építeni. Pali, azt én el tudom képzelni, hogy neked a mai nap miért fontos. Azért fontos, mert az átlagnál többet kell beszélni. De... igen, mondjuk az nekem általában nem okoz nagy nehézséget, vagy szeretek beszélni. Teljesen meg vagyok lepődve, igen. De ez egy izgalmas és, hogy mondjam, felelősségteljes nap, mert a parlamentben most kap 150 bajtársam elismerést, és ez egy olyan nagy ünnepség, hát nem sok ilyen ünnepségünk van, hát nagyjából egy ilyen van az évben, ahol ott vannak nyilván a díszvendégek, a bajtársaink elhozzák a hozzátartozóikat, és hát mindig megható látni azt, hogy mondjuk valaki 40 évig dolgozik a mentőszolgálatnál, és akkor kap egy ilyen kitüntetést, és hogy büszkén, szépen felöltözve kijön, kezet fog, megkapja ezt az elismerést. Ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy mind a 8500 bajtársam megérdemelni azt, hogy ilyen elismerést kapjon, sőt, hát gyakorlatilag folyamatosan én azt gondolom, hogy azért fontos, hogy kapjanak pozitív visszajelzést, mert ez megerősíti őket abban, hogy jó úton járnak. Akkor záró kérdés, ha egy jó tündér jönne, akkor te mit kívánnál, hogy mit csináljon a mentőszolgálattal? Hát, talán az lenne a jó, hogyha varázsütésre mondjuk megduplázná a mentődolgozók fizetését, vagy megtriplázná, és mondjuk most egyébként már jobban állunk autókkal is, tehát most már ez az 5 éves átlag életkor, ez nagyjából megfelel a legkorszerűbb mentőszolgálatok átlag életkorának, de hát mondjuk ebből is lehetne akár vadonatúj autókat csinálni, és hát azt kívánom, hogy a betegek pedig varázsütésre meggyógyuljanak, és kevesebb dolgunk legyen. Györfi Pálnak, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjének nagyon köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Szia.